Miután a FIFA felfüggesztette a Barcelona átigazolásból való kizárását, a Katalán Klub bejelentette, megszerezték a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 15 éves futbalista tehetségét, Tajti Mátyást, aki a nyáron csatlakozhat életkora miatt a vörös kékekhez, ahol a legígéretesebb magyar játékosnak nevezték a tavaly egy tornán felfedezett fiatal, akit egyébként a reális invitált. A döntés hátteréről a játékos felcsúton szakmai igazgató edző édesapjával Tajti József felbeszélgetni, ő a vendég. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, hát amikor tavaly e, Mátyit e, többször látták a Barcelonában játszani, mármint a Barcelona képviselői, akkor egyedül és csak is ő fel az érdeklődésüket? Én úgy tudom, hogy nem, hanem a válogatottban látták ők először élőbe uh -huh. élőben játszani, mikor a válogatott kim volt Barcelonában, és az eszpanyol ellen játszott, és még egy magyar fiatal iránt érdeklődtek. Nekem úgy jelezték, hogy a Matyi az első, de ez a fiatal is érdekelni őket. És mikor, ha visszaemlékszik, mikor meg hogyan történt az első közvetlen jelzés az édesapa számára, hogy, hogy, hogy komoly nagy iránt a, a barcelonai mérkőzéssel? Hát gyakorlatilag a mérkőzés után másnap többen kerestek, tehát valószínű, hogy olyat nyújthatott, ami miatt rögtön elindultak felénk. És akkor már másnap rögtön jelentkeztek. Akkor már, a már telefonáltak, hogy, így van, hogy így tetszett van. A, a Srác produkciója. És akkor, amikor a próbajáték decemberben sikerült, akkor rögtön jelezték, hogy nekik kellene is leigazolnák? Hát gyakorlatilag még ott, tehát kim voltunk hétfőtől péntekig edzett a Mátyia Barcelona a különböző korosztályos csapataival, és szerdai napon már jelezték az edzés után, hogy mindenképpen szeretnék. Ami az ottani elmondások szerint elég ritka, mert általában várnak, kivárnak. Összeül a stábot is megbeszélni, hogy mit láttak. Itt viszont figyelték három napon keresztül, és rögtön oda jöttek. És utána. akkor magának a próbajáték hétnek a közepén már azt mondták, hogy kellene igen, a, igen. Kell a fiú. Ehhez képest a Reál az hogyan figyelt fel rá? Nem tudom pontosan. Ez azt nem olyan tudom, tiszta, az nem olyan tiszta ügy, hogy ez csak csörgött a ö, telefon? Nem tudom, hogy annak köszönhetően, hogy megneszelték, hogy a Barcelona uh -huh. szeretné a Puskás Akadémia egy játékosát, vagy ehhez az információhoz honnan jutottak. Azt tudom, hogy a Real Madrid ottani scoutjának a vezetőjével összefutottunk, amit jelezték, hogy ő, tehát valószínű, hogy onnan... A, ő már ott ok látta, hogy, hogy itt van egy fiatalember, ráadásul egy olyan ö, műhelyből, ami velük áll ö, kapcsolatban, Igen, hogy Igen. hoppá, tehát a kémek ott vannak mindenhol. Ott vannak, ami nagyon érdekes, hogy a Real képviselő, is ott vannak, bár ottani elmondás szerint nagyon kevés gyereket tudnak Katalóniából elvinni közvetlenül, főleg ebben a korban, mert mindenki a Barszába szeretne ott játszani de az ottani játékosoknak is vannak ügynökei, képviselőik, és a játékosokon keresztül is kiment az, hogy van itt egy magyar fiatalember. Igazából a végére, amikor már azt mondjuk, hogy, hogy mérlegelni kellett két ajánlat között, akkor mi volt a különbség a két ajánlat között? A két végső ajánlat között. Ö, gyakorlatilag a feltételeket tekintve szinte semmi, majdnem ugyanaz van mind a két szerződés ajánlatban, ami nagyon nagy különbség volt, hogy a Matyi nagyon jól érezte magát Barcelonában, ők vették észre és érezte azt a figyelmet, ami, ami végigkísérte őt az alatt, a pár nap alatt. Aha, tehát hogy akkor az igaz, amit én egyébként hallottam már mástól is, hogy, hogy sokat nyomott a, a döntésnél alattban, az a fogadtatás, ahogyan eleve Matyit meg önöket Barcelonában fogadták, az a megkülönböztetett figyelem, akár az érkezéstől, a repülőtértől kezdve, ami mondjuk a Madrid esetében olyan, olyan félvállasabb volt, volt. É, igen, nem is félvárosabb. Mert Ezek olyan emberi gesztusok, ugye? Ami pontosan, ezek, szerint, ezek szerint ezek jelentőséggel? Igen. Itt it, it az emberi oldalt kell kiemelni. Tehát azt, hogy úgy, úgy éreztük, hogy Barcelonában föl vannak készülve arra, hogy odajön egy fiatal, nagy tapasztalatuk van benne, és, és pontosan azokat a részeket emelték ki, ami a mi szempontunkból sokkal fontosabb most. Tehát magát a képzést, magát az ottani életet, az iskolát. Az, hogy hogy figyelnek oda rá, milyen az élet az akadémián, és ezeket a dolgokat, amit én pontosan adok, hogy mennyire fontos, mikor valaki elszakad a családtól. É, és ilyen tényformán az a döntésnél, Maty esetében annyira nem volt meghatározó, hogy mondjuk melyik klubot szereti jobban, melyik klubnak a a játék filozófiája, a játékrendszer, a játék stílusa tetszik neki amúgy jobban, hogy őt magát a saját játékos adottsága alapján hogyan tudja majd elképzelni mondjuk, hogyha bekerülne a két csapatba, hova illeszkedne jobban? Nem igazán ez volt mm -hmm. a döntő, mind a két helyen a képzés nagyon jó. Nagyon jó játékosok közé került, ő azt mondta, hogy a Barcelonánál még egy picit gyorsabb volt a játék, még intenzívebb volt, és az neki még jobban feküdt. Sűrűbben volt labda közelbe, és az, az, az kellett neki. Na most eh, itt viszont van egy szempont, amire már utalt, hogy a, hogy a Puskás Akadémia eh, több éve jó kapcsolatban van, és intézményes kapcsolatban van a Real Madriddal. Hát ez egy nehéz dilemma volt, nem? Igen. Eh, Nyilván mi nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Puskás Akadémiának, de azt tudni kell, hogy mindent a vezetők tudtával és engedélyével csináltam, hiszen én az ő alkalmazottjuk vagyok, és én nekem nagyon fontos volt, hogy ebből az egész ügyletből a Puskás Akadémia is profitáljon. Nem elsősorban most anyagiakról van szó. Tehát hanem nem a nevelési költségről beszélünk? Nem, van? ez ha? is nagyjából gondolom ugyanaz az ajánlat, én nem láttam a Real Madrid hmm. ajánlatát, nem tudom, hogy mit tartalmaz. Itt, itt inkább arról van szó, hogy ez egy óriási reklám, és ennek a révén a Matyi kapcsán hirtelen elindultak felénk a játékos megfigyelők, kluboknak a, a képviselői, és most már bizony több konkrét megkeresésünk van több játékosunkra. Tehát, tehát ez egy érdekesek lesz Na most az, hogy hogy végül is a Reál és a Reál kapcsolat, és mégiscsak a Barcelona, ebben az ügyben ugye kikérte az alapító véleményét is? Természetes. Mit mondott Orbán Viktor? Ő pontosan tudja azt, amit aki futballozott, annak éreznie kell, hogy a játékosnak oda kell mennie, ahol ő jól érzi magát. És egyébként ezt a Reál edző is megerősítette egy e-mailjében, mert én beszéltem velük, kíméreztünk, uh -huh. e és gratuláltak, azt mondták, sajnálják, hogy nem őket választotta a Matyi, de oda kell menni a játékosnak, ahol azt gondolja, hogy jól fog érezni magát. Ugyanis ahol nem érzi jól magát, ott nem tud teljesíteni. És ezt e ők elfogadták, ezt mindenki elfogadta. Na most uh, itt akkor oda jutottunk, hogy a körülmények voltak, és az emberi oldal volt a döntő. Uh, ezek a körülmények, ezek milyenek lesznek, hogyha van nyáron kiköltözik, uh, hogy fog ott élni, hogyan fog tanulni, hogy folytat tanulmányokat, és és mennyire lesz egyedül? Uh, jelen állás szerint teljesen egyedül lesz, egyedül megy, beköltözik az ottani akadémiára, a az első pár hónapban, amíg a nyelvet nem tanulja meg, segítenek neki a nyelvtanulásba, külön mentora lesz, ugye spanyolul fog tanulni, illetve katalánul is kell neki, és amikor azt érzik, hogy kész van arra, hogy bejön az iskolába, és ne csak hallgasson, és nem értsen semmit, hanem már aktívan részt tud venni az oktatásban, abban a pillanatban megy iskolába, hogy ez szeptember, október vagy november, ezt most olyan pillanatban senki nem tudja megmondani. Mint édesapa, az, hogy Matyi tanuljon, azt, azt nagyon fontosnak tartja? Természetes. Uh -huh. Természetes. Ez is döntő volt, hogy nagyon szépen világosan elmagyarázták, illetve le tudtunk és meg tudtuk beszélni, hogy milyen lehetőségei vannak a Matyinak az oktatásban, tehát akár, hogy magántanuló legyen és itthon vizsgázzon, akár ott iskola rendszerbe csatlakozzon be, ezt mindent átbeszéltünk. Na most azt nézzük meg, hogy az a, az a dilemma, ami ugye a kora miatt, hogy hány éves kortól igazolható játékos, illetve az, hogy a Barcelona kizárása, amit most felfüggesztettek, ezek mind most már múlt időben kell, hogy beszéljünk róluk, kész beszélünk. Alá van írva, ő menni fog, ebbe már semmi nem tud belepiszkálni. Igen, igen, igen. csatlakozik az ottani felkészülésbe augusztusban egy ki, tehát van aláírt szerződés. A Matyiért járó képzési térítés teljes egészében felcsúton az akadémiának jár, vagy abból kap a más is? Nem, az teljes egészében a, az akadémiája, és egy Matyinak jelen pillanatban profi szerződése van, azért, te különböző kluboknak járó képzési kártalanítást az akadémia már kifizette, innen kezdve csak az akadémiának. Értem, tehát az elődöknek érti. az akadémia már fizetett. Így van, uh -huh. van így van. E, azt mondta, e, szakemberként, hogy a hazai közeg igazából alkalmatlan az, hogy fiatal, egy, egy magyar fiatal európai szintű játékos legyen. Ezt apaként és akadémiai igazgatóként is mondja? Mind a kettő, igen. Egyre inkább szembesülök azzal, hogy 16-17-18 éves korig tudjuk tartani a szintet, Különböző praktikákkal, idősebbek között játszhatjuk a játékost, idősebb csapatok ellen játszhatjuk a mi csapatainkat, tehát próbáljuk a lépést tartani, talán tudjuk is bizonyos szinten. De már ekkor meglátszanak bizonyos képzésbeli hátrányok, és utána, amikor beér a játékos abba a közegbe, ami a legfontosabb, az átmenet, a felnőtt, a profi csapat. Hoz, hogy oda be tudjon hiveszkedni. 17 és 18 között? 18-19, ki... ez az a idő, 17-19 ez mindenkinek egyéni, nem hmm. lehet pontosan meghatározni. ott van él. a határ, azt mondja, amit most húsvétkor is láttunk, tehát a Matyi is játszott a, a Puskás Suzuki kupán körülbelül az a korosztály, onnantól kezdve jönnek a bajok. Így van, amikor már felnőtt közegbe kerül, és sajnos ez a ö, profinak nevezett közeg Magyarországon, nem alkalmas annak a játékritmusnak az elsajátítására, abban a játékritmus való gondolkodásra, amit a nyugat, vagy inkább a tőlünk más más országokban lévő futballkultúra megkövetel. Akkor most az a helyzet, hogy ha mondjuk pár évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor általában, gondolom ön is, meg, meg sokan azt mondták, hogy minél hamarabb elvinni a gyereket Magyarországról. Ehhez képest annyiban javult a helyzet, hogy most már azt mondja, hogy Hát 17 éves korig maradhat, de utána viszont mindenképpen vigyük el, vigyük el a nagy tehetséget. Az, hogy minél hamarabb, ez nem igaz. Megvan az a kor, mindenkinél ez is egyéni ki, az, aki kész van már mm -hmm. erre. Mi pontosan látjuk a bekerülő gyerekeknél, van, aki 12 évesen kész van arra, hogy elszakadjon mm -hmm. a családtól, így is bekerüljön, van, aki 15 évesen sincs. Tehát most már egy 16-17 éves kort igenis versenyképesek vagyunk, utána, amikor a felnőtt kor küszöbén kopogtat a játékos, utána vannak nagy bajok. És azt mondja meg végül, hogy ha minden jól megy, és uh, Matyiból ki fogják hozni azokat az adottságokat, amit uh, edzőként és szakemberként is, meg apaként is lát benne, akkor mondjuk öt év múlva hol kéne neki tartani? Én azt gondolom, hogy... Nem lenne az álomkarrier ilyen Vagy A jó álomkarrier, ami nem is egy álom, ami reális álom. Én realitásnak azt látom, hogy élvonalbeli bajnokságban futballozzon. kezdőjátékosként, hogy ez mely csapat lesz, melyik szint, ezt most nagyon nehéz megmondani, a jelen állapot szerint bármire képes lehet, de rengeteg munka vár rá. -e. És mi az a, az a tehetsége, mi az az adottsága, ami leginkább predesztinálja arra, hogy szakembereként is azt mondja, hogy bármire képes lehet, tehát hogy a legnagyobb csapatban is egy top bajnokságban lehet kezdő. Az, hogy nagyon komplex játékos. Tehát gyakorlatilag ne, nem nagyon van olyan gyenge pontja, ami, ami, ami kizárná azt, hogy ő, ő top játékos lehessen. Mind a dinamikája, mind a mentalitása, agresszivitása, bátorsága, az is rendben van, a technikai adottságai, azok magukért beszélnek, és nagyon gyors a feje, tehát nagyon gyorsan dönt. Tehát nagyon komplex. Hogy, hogy aztán ez mire lesz majd elég, melyik játékrendszerben, melyik csapatba, hol, azt most még nem tudjuk megmondani, hogy jelen pillanatban jó helyen áll. Hát, hát ez hely, jó szinten tart jelen pillanatban. Maradjon is így, sőt fejlődjön minél többet. Sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. Nyitva. Köszönjük szépen.